Tojásfa díszítéssel, húsvéti könyvvásárral készültek Horgoson, ahol egész délelőtt húsvéti hangulat uralkodott. A programba az óvodások és az általános iskolások is csatlakoztak. Egymás után érkeztek a kisebb-nagyobb csoportok, és díszítették fel a fákat színes tojásokkal Horgos központjában. A falu apraja nagyja részt vett a díszítésben. A fiúk közül sokan várják már a locsolkodást. Biacsi Sőn Áron meg is osztotta velünk, hogy milyen verset mond majd a lányoknak. Zöld erdőbe jártam, kék hibolyát láttam, el akart elvonni, szabad-e locsolni. Könyvvásárlási lehetőség is volt. Gyerekeknek és felnőtteknek szánt könyvek színes palettája közül válogathattak az érdeklődők. Húsvétkor ugye az emberek vásárolnak ajándékokat, így arra gondoltunk, hogy a könyv az mindig egy nagyon szép ajándék és egy maradandó ajándék, akár gyermekeknek, akár felnőtteknek. A könyvásáron húsvéti foglalkoztató füzetek is vannak, mesés könyvek, verses könyvek, felnőtteknek regények, szakácskönyvek, nagyon-nagyon sokféle a választék, úgyhogy mindenki talál kedvére való könyvet, akár saját magának, akár ajándékba valakinek. A könyvek foglalkoztató füzetek ára 300 dinártól indult. A kereszténység legnagyobb ünnepe a húsvét, a megújulás, az újjászületés ünnepén. Egy pillanatra meg kell állnunk, át kell gondolnunk a rohanó életünket, számon kell vetnünk az önmagunkkal és a baráti társainkkal való kapcsolatainkról. A mai világban néha elfeledkezünk a legfontosabb földi feladatunkról, arról, hogy minden körülmények között embernek tudjunk maradni. Szívből kívánok magam és a Szerb Haladó Párt nevében békés, boldog húsvéti ünnepeket. A Magyar Költészet napja alkalmából egy verskötelet függesztettek ki Horgos központjában, ahová a gyerekek, felnőttek kiaggathatták kedvenc verseiket. A legkisebbek pedig lerajzolhatták azt. A helyszínre egymás után érkeztek a fiatalabbtól az idősebb korosztáig, és egymás után csipeszelhették fel legkedvesebb verseiket. A Magyar Költészet napja alkalmával immáron harmadik éve szervezzük meg a verskötél akciónkat, mely ezen napra forgó óvodásai illusztrációkkal, vers illusztrációkkal járulnak hozzá, valamint a Kárász Karolina általános iskola diákjai pedig szednélszebb verseket írnak. Kedvenc verseket válogathatják ki, viszont nagy meglepetésünkre vannak gyermekek, akik saját versekkel készülnek az alkalommal, és saját verseket aggatják ki. Viszont a felnőttek körében is igen népszerű a program, így a felnőttek is elhozhatják saját, illetve kedvenc verseiket, és ők is kiragadhatják a verskötélre, kiteregethetik ez alkalommal verseiket. Piros dróton ült a fecske, piros dróton lila volt, mert a fecske lila volt. Ült a dróton egymagában, kibolya szín kis kabátban. Lila volt a háta szárnya, földre hullott lila árnya. Gyufa vékony lila lábon, áldogált a piros ágon. Lila volt a szeme csíkja, lila, mint a lila tinta. Április volt, jött az este, meg sem mozdult az a fecske. Április volt, április, én hagytam ott végül is. Lila csőd, lila tor, most is ott ül valahol. Magyar Kanizsa idén is csatlakozik a Posztoly verset az utcára mozgalomhoz a Magyar Költészet napja alkalmából. A Magyar Költészet napja tisztelgés a magyar líra előtt. 1964 óta, április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük különféle programokkal. Hát el lehet mondani, hogy az eddigi legnagyobb sikerünk volt, ugyanis rekord mennyiségű vers érkezett, több mint 150 verset posztoltunk ki, és az idén nem hagyományosan madzagra posztoltunk, hanem készítettünk egy versvárat,
hetekkel ezelőtt kezdtük gyűjtögetni a papírdobozokat, összeragasztottuk, tapasztottuk, meszeltük, és végül így néz ki, de ez nem lett volna kész, hogyha nem kapunk segítséget a gyerekektől, akik gyönyörűen kidíszítették, azt hiszem magáért beszél, aki erre jár és megnézi, az gyönyörködhet benne, az iskolások elkészítették a vár alján lévő motivumokat, az óvodásoktól pedig azt kértük, mivel ők nem tudnak verseket írni, és hogy szerettük volna, ha ők is sajátjuknak érzik ezt a mi kis versvárunkat, készítsenek egy tenyér nagyságú virágot, és azt posztolják föl. Így lett kerek egész ez a mi kis versvárunk. Remélem, hogy sokaknak fog majd tetszeni. Az idén a mesével kapcsolatos verseket vártuk, de Petőfi Arany, József Attila minden évben megjelenik, és Aranyos Ervin verse is. És hát születtek, vagyis hát érkeztek hozzánk fölnőtt versek is, ami nem fért fel a versvárra, mert hogy több mint 100 vers van most a várunkon, azokat madzagra fűzve továbbra is úgy, ahogy azt eddig tettük, megmutatjuk az erre látogatóknak. Még 2 hétig remélem, hogy itt áll a vár, és mindenki szeretni fogja, és aki erre jár, az olvasgasson kedvére. Ilyen kedves vendég még nem járt sose nálam, mint a saját népem, Nagy Mese Országban. A Didergő király című verset. Ez onnan jött, hogy ugye verset kellett feldolgoznunk, és úgy kellett, mint jelenet előadnunk. Egy kicsit gondolkodtunk rajta, hogy próbáljuk improvizálni is benne, viszont úgy döntöttük, hogy így eljátsszuk, hogy papírról olvassuk, mert hát kevés idő is volt rá, meg így találtuk jobbnak. A Magyar Kanizsai Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete egyre több programot, aktivitást szervez az elmúlt években. Jelenleg 42 család tagja az Egyesületnek, ahol 127 gyereket számlálnak. Nagycsaládosnak az számít, aki 3 vagy több gyermeket nevel, de az 1-2 gyermekes családokat is szívesen fogadják az Egyesületnél. Családi nap, ruhagyűjtési akció, jótékonysági rendezvények, csomagosztás, ilyen programokat és lehetőségeket is kínál a Magyar Kanizsai Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete. Sziveri Nikoletta több mint egy éve tölti be az Egyesület elnökének szerepét. Ő is nagycsaládos, 4 gyermeket nevel. Természetesen mink úgy is kezdtük meg, hogy nyitott programokat csináltunk, ugye, hogy nem csak a nagycsaládosoknak, hanem a Kanizsa községbeli családoknak. Vannak zárt programjaink is, ugye a csomagosztások, lisztosztás, ruhaosztás, ez mind zártak, kézműves programok, akkor mese délutánok, amiket szeretnénk majd megvalósítani a nyugdíjas óvónőkkel, pedagógusokkal. Ezek zárt programok, de a nyitott programok, a családnapok, most szeretnénk az első igazi nagycsaládos tábort még csinálni, de ennek is csak a neve úgymond a nagycsaládos tábor, mivel hogy minden gyermeket szeretettel várunk, valamint ugye szoktunk sütögetéseket csinálni. Ezt pedig a ruhacsere programot azt is inkább átvittük, hogy ilyen adomány célba, hogy kimegyünk a piacra, és kimennyi adomány szán a ruhákért adni, mivel hogy annyi ruhát kapunk, annyi adomány, úgymond, és őszintén megvalva a nagycsaládosoknak se nincs erre már szükségük, mivel annyi csak kapják, és felhalmozódik nála. Úgyhogy most ebből is próbálunk bevételt csinálni magunknak. Az elmúlt években már 2 nagycsaládos napot is sikerült megszervezniük, amihez bárki csatlakozhatott. Számos programmal készültek a kicsiknek és a nagyoknak is. Úgyhogy az elmúlt évben és az ezelőtt évben is megszerveztük. Az első évben úgymond féltünk tőle, hogy fog sikerülni, ezért csináltuk nyitottra. Mert őszintén megvalva a kanizsai nagycsaládosokat nagyon-nagyon nehéz megmozgatni, hogy tényleg az olyan nagyobb programokon részt vesznek, de a bábozás minden, ez a 42 családból esetleg egy 10 család, ha részt vesz. És az első annyira jól sikeredett ez a nagycsaládos napunk, úgymond, hogy megszerveztük tavaly a másodikat is. És valóban itt becsatlakoztak a Magyar Kanizsai Lovasok, rengeteg kanizsai cég, a támogatók jöttek, és úgymond, ahogy többször említettem, 5-600 személy, 4-500 gyermek megfordult ezen a napon. Itt úgymond minden ingyenes volt, nem kellett semmiért se fizetni, ugye, és akkor erre nagyon szükség van a mai világban, hogy a gyerekek önfeledten játszhassanak, önfeledten arcfestézzenek bármi, és akkor ezért ne kelljen a szülőnek pénzt adni. Az Egyesület hosszú távú terve, hogy egy nagycsaládos házat hozzanak létre, ahol össze tudnak gyűlni, rendezvényeket, foglalkozásokat szervezni. Ezt
ezt a pár nap fagyot megelőzően hogyan fejlődtek a gyümölcsfák, gondolva itt a sárga barackra elsősorban, hogy vészelték át a telet, hogyan hatott rájuk ez a melegebb időjárás? Ebben az időszakban úgy látszik, hogy a melegedés az igen korai volt, tehát az, ami a lakosságnak a sétát jelentette, az a gyümölcsöseknek tulajdonképpen az ébredést, és a magas hőmérséklet beindította a vegetációt, hiszen ha egy hétnél tovább tart egy állandóan magas hőmérséklet, akkor a vegetáció könnyörtelen és beindul, azt hiszi, hogy itt a tavasz és az ébredés. Így a gyümölcsfáink is, különösen a kajszi, ugye, ami az első olyan növényünk, ami virágba borul, az igen korán elindult a virágzásba. Most már ugye elvesztette a virágzást is, de az elmúlt napok fagyos időjárása mennyire játszott közbe esetleg annak, hogy megfagyott a termés, vagy fagykár keletkezhetette, vagy egyáltalán hogy hatott ez a -3, -4 fok erre a termésre? A hideg hőmérséklet nem csak az elfagyásra van hatással, hanem ha kint hideg van és a méhek nem repülnek, akkor beporzás sincs. Ilyen szempontból jó volt, hogy a virágzás kezdetén magasabbak voltak a hőmérsékletek, és a méhek azok dolgozhattak, és az egyéb méhpótló rovarok. Viszont ez a lehűlés a múlt héten, ez egy kicsit váratlanul érte ezeket a növényeket, habár a hirtelen hideg az azzal jár, hogy fagykárokat szenved, hogyha van a növényben egy beépített ellenálló képesség a hidegre, ami úgy nyilvánul meg, hogyha lassan hűl a hőmérséklet, akkor 0 fok fölött elkezdi a könnyen oldódó cukrokat felhalmozni magában, melegedés céljából, illetve 0 fok környékén akkor már a vizet is a sejtközi térbe bocsátja ki, hogy a kristályok ne szurkálják ki a sejtfalat. Ezért, hogyha lassan történik ez a folyamat, és hát ha úgy visszanézünk, akkor már a múlt keddi hőmérséklet, tehát egy nappal előtti hőmérséklet is alacsony volt, ezért nem kellett annyira rettegni, és az előrejelzések sem mondtak ilyen -6, -7 fokot, mert akkor 100%-os kárunk lett volna. Így a -3 Celsius fokon úgy néz ki, hogy egy 20%-os kár van jelen pillanatban, ami még nem igazán támasztja alá, ugye most még csak a becsléseinket, mert még a terméseknek a képződése most folyik. Most fogjuk látni, hogy a virág milyen mértékben sérült, és a magkezdemény, és hogy lesz-e majd terméshullásunk. Terméshullást előidézhetett ez a kis jég is, ami volt talán, az is közre játszik ennek a 20%-nak? A jég az annyira nem volt most probléma azért, mert a jég az vízzel jött. Tehát, hogyha száraz jég esik, a sokkal nagyobb kárt tud okozni. Itt még a virágokat nem láttuk. Szirmokat leveri az eső, ugye, de maga a beporzott virág, kocsány és a magkezdemény az ott maradt. Tehát ott még nem láthatunk. Ha nagyobb lenne a termés, akkor már a jégnek a beütődése az sérülések okozhat, de ilyenkor még az nem nyilvánul meg. Itt Magyar Kanizsán a hatermi részen látni lehetett, hogy a gyümölcsészek azok permeteznek fagykár ellen, fagyra. Ezt itt elvégezték-e a tangazdaságban, vagy egyáltalán érez valamit ilyen esetben? Hát most a fagyra való permetezés, a növényeknek ilyenkor, amit permetezünk, az ugye a lombja nincs a gyümölcsfának, tehát ilyenkor csak gombölőszerekkel védekezünk, hogy megvédjük a kórokozók ellen. Olyan felület, ami felszívná ezt a vegyszert, szerintem még nincs kialakulóban, tehát a permetezéssel kevésbé. Van egy olyan védekezési módszer, amikor vízzel, tehát apróra szét porlasztott vízzel permeteznek, és akkor, de azt nem szabad abba hagyni, addig még fel nem olvad utána a jég, és azzal azt érik el, hogy a víz melegével fenntartják a virágnak a hőmérsékletét, és nem engedik, hogy lehűljön.
illetve képes ez jégburkot is képezni, hogyha elkezdtük korán és 9 óráig folyamatosan porlasztunk, abban az esetben, amikor feljön a nap és melegszik, csak akkor szabad abba hagyni, és mert különben a virágot nem a külső hőmérséklet fogja, hanem az a jégburok fogja lefagyasztani. Tehát ezért ez csak olyan speciális szórófejekkel történhet, ahol tudja biztosítani azt a porlasztást, hogy ne nagy mennyiségű víz jusson ki egyszerre a növényre, mert ugye a vastag jég letöri a virágot, ugyanazt az effektust éri el, mint hogyha nem csináltunk volna semmit se. Pálinkás, jó reggelt kívánok a háznak, főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának. Elmondom én gyorsan jövetelem célját, megöntözném a környék legszebb lányát. Kívánok a háznak hát mindenből eleget, főképp békességet, egészséget és szeretetet. Szabad elocsolni. Szabad. Aha, szerintem igen. Csak ne hajra, ne hajszakünk! De nehogy minket! Nem minket! Thank you.
Povodom Uskrsa, najradosnijeg i jednog od najznačajnijih hrišćanskih praznika koji su protekle nedelje slavili vernici zapadnih crkava po gregorijanskom kalendaru, u Kanjiži su čestitke sugrađanima uputili članovi opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Na Pijačnom trgu u subotu prepodne praznične čestitke su po tradiciji bile uz darivanje šarenih farbanih jaja, čokoladnih jaja i drugih prigodnih poklona. Za hrišćane je Uskrs jedan od najznačajnijih praznika, jer tada obeležavamo stradanje Isusa, ali kao što znamo, Isus je u nedelju vaskrsao i na taj način obećao svim ljudima jedan večni život u raju. Od kada se Kanjiška opština našla na migrantskoj ruti, u Centru za socijalni rad Kanjiže ova problematika posebno opterećuje rad ustanove koja za to nema dodatnih kapaciteta, nego obaveze ispunjava sa raspoloživim stručnim kadrom. Do sada je najviše obaveza bilo u određivanju privremenih staratelja maloletnim migrantima, a dodatni poslovi su vezani i za granični prelaz Horgoš, koji je jedan od najprometnijih, gde često se u Srbiju vraćaju lica u postupku readmisije, ali i pojavom lažnih putnih isprava pretežno maloletnih lica. Rad sa migrantima je posebna priča za koju, nažalost, mi dodatnih kapaciteta nikada nismo dobili, niti podršku, osim nevladinih organizacija koji su aktivno radili, naročito na području Horgoša. Da li je to HECIT ili UNICEF, od njih smo naravno dobili podršku izvesno vreme, ali ta podrška je bila samo na 4 meseca 2018. godine, ako se dobro sećam. Od tada smo, nažalost, ostavljeni na samo. Što se tiče maloletnih migranata, mi smo po zakonu dužni da imenujemo privremene staratelje, da ih privedemo u neko od prihvatilište u Subotici ili u Beogradu u miksalište. Međutim, zbog bezbednosnih razloga mi faktički kao žene sami ne možemo da izlazimo na teren. Zbog ovog problema smo se obraćali više puta i nadležnom ministarstvu i pokrajini. Što se tiče dodatnog problema jeste granični prelaz Horgoš, koja je jedan od najfrekventnijih granica ovde u našu državu. Na ovoj granici često se suočavamo sa, na primjer, readmisijom ljudi koji se ne vraćaju iz inostranstva preko aerodroma Nikola Tesle, već se vraćaju putničkim automobilima u pratnju policije, ili čak imali smo i u pratnju lekara Doma zdravlja iz Nemačke. Pored toga, redovno imamo lažne putne isprave maloletnih lica, pretežno sa Kosova, a isto tako imamo i dosta punoletnih lica protiv kojih su izdate poternice koje su na snazi, a oni putuju u pratnji maloletnih lica. Tako da kada se oni hapse, onda naša obaveza je da zbrinjavamo ta maloletna lica. To je jako teža posao, s obzirom da vama ulaze porodice koje eventualno 4-5 godina nisu ni bili u Srbiji, da su ta deca mala, da ta deca ne znaju uopšte ko su sa te tete koje ih vode, gde će oni biti, gde ide tata, gde ide mama. Mislim, nama je to jako teško, zato što nekako i saosećamo sa tom decom, ta neizvesnost, i to je u stvari jedna dodatna trauma toj deci što se dešava na granici. To, nekada smo imali ovu vrstu posla samo određenim praznicima, na primjer kada je frekvencija još veća tokom Božića ili letnjih raspusta, letovanja, ali ja mislim da je to sad kontinuirano cijele godine, tako da mi smo svaki dan pripremljeni. Nažalost, dežura nas samo troje tokom cijele godine, to je isto dodatno opterećenje s obzirom da mi svaki dan odradimo svoj posao od 8 sati i nakon toga, ukoliko nas zovu, onda zovu. Uskršnji sajam knjiga priređen je u Horgošu u organizaciji ogranka biblioteke Jožef Atila u Horgošu Doma kulture i knjižare Vezbok. Na sajmu je po sniženim cenama ponuđen veliki izbor knjiga na mađarskom jeziku za decu i odrasle.
Uskršnji sajam knjiga je održan u Horgoškoj biblioteci koja raspolaže sa oko 18.000 knjiga na mađarskom i oko 8.600 naslova na srpskom jeziku. Vašar knjiga pred Uskrs, knjige su ovako prikladne za uskršnji poklon. Jesu, knjige su na mađarskom jeziku, veliki izbor knjiga nudi Vesbuk knjižara i za odrasle i za decu. Kolike su cene, da li su knjige skupe danas? Knjige danas mogu da kupe kupci za 10% popusta, tako da danas su jeftinije knjige, baš zbog predstojićih praznika i knjige od 300-400 dinara pa nadalje. Da, knjiga ostaje za dugotrajnu ovako uspomenu, a koliko su Horgošani inače zainteresovani za čitanje knjiga, koliko posećuju biblioteku? Ima jedan krug koji su zainteresovani i dolaze redovno i da čitaju u biblioteku i da kupuju knjige i za sebe i za poklon isto. Ima li bogat knjižni fond biblioteka u Horgošu? Jeste, imamo bogat knjižni fond, imamo i na srpskom i na mađarskom jeziku, i za decu i za odrasle, izbore, tako da imamo bogat fond. Znači onaj ko hoće, ima volju da čita, ima šta da pročita. Jeste, i može da dođe i danas ceo dan čekamo i kupce, ko hoće da kupi knjige, ne samo da iznajme i čitaoce i kupce, tako da. Oni koji se učlanjuju u biblioteku imaju li članarinu ili neku obavezu? Jeste, ima članarina, godišnja članarina, to je neka simbolična suma i nije skupa uopšte, tako da čekamo i čitaoce da se učlane u biblioteku. Koliko ima Horgoška biblioteka članova? Horgoška biblioteka otprilike ima oko 500 članova, ima tu i aktivnih i manje aktivnih koji dolaze redovno, recimo svakih nedelj dana, a ima ko manjim intervalima dolazi. Mališani iz predškolske ustanove iz vrtića Suncokret u društvu vaspitačica ukrašavali su šarenim jajima i ukrasima uskršnje drvo ispred Doma kulture u centru mesta. U isto vreme u organizaciji Doma kulture i biblioteke povodom Dana mađarske poezije deca su na uzici razapeto između drveća kačili crteže i omiljene pesme. Pa Dan poezije i zahvaljujući našoj Nuriki, to je već tradicija u Horgošu, već ne znam koji put. Deca dolaze ovde? Deca jako uživaju. Vole poeziju? Jeste, moraju. Dan mađarske poezije obeležava se 11. aprila na rođendan čuvenog mađarskog pesnika Jožefa Atile. Na ulazu u zgradu obrazovno-kulturne ustanove Knesa na improvizovanim zidinama zamka đaci i ljubitelji poezije postavili su preko 150 pesama, a u utorak pre podne priređen je prigodan poetski program učenika osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Kanjiže u prisustvu đaka, ljubitelja poezije i predsjednika Kanjiške opštine Roberta Fejstamera. Ovo je u stvari izložba na otvorenom, jer poezija pripada svima nama koji volimo mađarske pesme i ideja nam je došla iz Mađarske i kao što vidite to smo realizovali ove godine 11. aprila i ova izložba ostaje u srcu grada još nekoliko nedelja. Znači slobodno ako prošetate ovde, slobodno čitajte mađarske pesme. Blaga zima probudila je vegetaciju u voćnjacima, pa su rane voćne vrste uveliko procvetale pa i precvetale. Zahlađenje koje je usledilo prethodnih dana im ne pogoduje i može da pričini znatne štete i umanjenje ovogodišnjeg roda. Kolika će biti šteta zavisi od niskih temperatura i mogućnosti da voćari zaštite svoje zasade. Sagovornica na ovu temu je Beata Šoti Kereši, profesorka u Poljoprivredno-tehničkom srednjoškolskom centru Besedeš Jožef u Kanjiži. Pa niža temperatura uvek nas zabrinjuje, a ne niža nego ona prethodna toplota što probudila vegetaciju, jer to je najveći problem što promjenom klime izgleda da vegetacija proranjuje. Ranije kreće i ranije procveta i onda postaje bojazan kad se kreće vegetacija da će biti veća šteta nego inače. Što se tiče
štete, to zavisi od toga da li može biljka da se priprema na hladnoću. Ako to dolazi jako brzo, onda sve će se da se izmrzne. Ako, kao što je sad bilo, da prethodni dan već se smanjila temperatura i bilo je vetrovito vreme i baš nije bilo prikladno ni za radove napolje zato što je bilo hladno, nadali smo se da neće doći do tako velike štete jer ipak biljka priprema se do 0 stepeni Celzijusova, povećava se sadržaj šećera u ćelijama, a posle ispod 0 stepeni voda izlazi iz ćelijskog prostora u međućelijski prostor da ne čini veliku štetu ako se formira led. Prema tome, nadali smo se da neće biti ta temperatura od minus 3 stepeni toliko kobna, jer zbog vetra nismo mogli nikako da se zaštitimo. Jedino ujutro rano od 4 kad je stao vetar, onda neki su primijenili dimljenje u okolini, ali sa koliko uspeha to oni bi mogli da ispričaju, mi nismo mogli ništa da tu koristimo. I naša šteta na kajsiju je oko 20% trenutno, gledajući cvetove, da li ima već očigledni znaci mraza, ali vidjet ćemo, jer kasnije još biljka može da odbaci jedan deo ploda i sve zavisi od toga da li je došlo do nekog oštećenja na plodovima ili na cvetovima i u plodonošenju, zavisi od toga koliko će biti rod. Na ostalim zasadima voća imate i tu jabuke, one još nisu procvetale. Tamo nema nikakvih problema, biljka još nije krenula, nije još procvetala, tamo nema šteta, tako da očekujemo da će biti bolja vremena i da će se to poboljšavati, jer inače ako je vedro vreme, vedrovito, onda može da se očekuje da će se smanjiti ta temperatura. Ovde u zasadima kajsije i jabuke obavljeni su sigurno ti neophodni radovi posle zimskog perioda, rezidba, zaštita. Šta od zaštite predstoji u narednom periodu? Pa, obično za vreme cvetanja jako treba da vodimo računa o moniliji cvetova, tako da to treba da se zaštiti, da ne bismo posle pokajali i da ne bi izgubili rod. Da, ono što ne odnese mraz, da ne odnese monilija. Tačno, tako. Fudbaleri Tise i Zadojena su nastavili uspešnu proletnju seriju u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina, izborivši na gostovanju u Staroj Pazovi minimalnu ali zasluženu pobedu protiv Jedinstva 1:0. Strelac jedinog gola u 27. minutu bio je Luka Kostić. Ovom pobedom Tisa je popravila položaj na tabeli i sada je na 4. mestu sa 31 bodom, a u narednom kolu u nedelju od 16:30 domaćin je ekipi OFK Bačka iz Bačke Palanke. U Potiskoj međuopštinskoj ligi u 14. kolu za debakl protiv Horgošana na domaćem terenu u prethodnom kolu kanjiška ekipa Potis je se iskupila na gostovanju u Padeju, gde su nadigrali domaću ekipu Tise 2:1. Horgošani su kao domaćini igrali nerešeno 3:3 protiv Jadrana i Sanada, a šampion iz Oroma je poražen od Bačke u Molu 3:2. Na tabeli Potis je na 4. mestu sa 27 bodova, Horgošani su 7. sa 19, a Oromčani su 10. sa 10 bodova. U narednom kolu Potić je gostuje u Sanadu, a u Oromu šampion dočekuje ekipu Horgoša.